Először egy pár szót a stresszről. Sokan úgy képzelik manapság, hogy a stressz az csak rossz lehet. Ugye a stressz az egyfelől vannak kellemes, stresszes szituációk, tehát amikor izgulunk, de jól esően izgulunk valamiért, az is egy stressz. Másrészt egy rövid ideig tartó, még kellemetlen stressz, az pedig segít ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Tehát, hogyha nem stresszelnénk magunkat mondjuk amiatt, hogy lekéssük a vonatot, akkor soha sehova nem érnénk oda. Na most a kutyával is így van ez a dolog. Nem kell azt hinni, hogy egy kis izgalom a kutya számára, ez feltétlenül rossz lenne. Na most az események, mint a sportverseny, a kiállítás, ez a legtöbb kutya számára egy kellemes izgalommal jár. Vannak egyébként olyan kutyák, akik abszolút nem jönnek izgalomba mondjuk egy kutya kiállítástól. Ez többnyire nem szokott egyébként jó lenni, mert a kutya a felvezetési ringben is csak vonszolja magát körbe-körbe unottan, és nem mutat túlságosan jól. De összességében azt mondanám, hogy a kutyák rendkívül szeretik az eseményeket, és a gazdával elmenni valahova, szerepelni, versenyezni, ez kellemesen izgatja őket. Viszont ugye azt is hozzá kell tennem, hogy ha a gazda, ugye általában a gazdák is stresszelnek a versenyek közben, tehát hogyha ez úgy csapódik aztán le, hogy én a kutyámmal agresszívan bánok, ordítozok vele, stb., mert nem úgy csinálja, ahogy azt elképzeltem, ez természetesen nem a kellemes oldal a versenyeknek, erre kell figyelni, hogy mi ne stresszeljük feleslegesen a saját érzelmeinkkel a kutyát, de amúgy egy verseny az egy nagyon kellemesen izgalmas dolog a kutyának.